Köszöntjük kedves nézőinket a Magyar Változat című új műsorunkban. Figyelj, ez jó. Parkernek is megvan az a képessége, ami a hím póknak, és hipnotizálni tudja a nőstényt. Na, hagyjál már. Igenis, te pókcelep. Nem maradunk itt fent egész nap. Tiszta őrület van lent. Kapaszkodjanak, pókember! Valójában Peter Parker! Higgy el, nem én öltem meg Misztériót. A drónok nyírták ki. Persze, a maga drónjai. Legalább egy kicsit megkönnyebbültél. Mire gondolsz? Most, hogy kiderült, nem kell többé se bujkálnod, se hazudnod. Csak hogy tudd, neked nem akartam hazudni. De hogy mondod meg valakinek, hogy te vagy pókember? És most mindenki tudja. De nem is ez a baj. Sok embernek ártottam. Azon gondolkozom, hogyan hozzam ezt rendbe. Szóval, Peter, miért kerestél meg? Bocsánat a zavarásért, uram. Jaj, ne. Együtt mentettük meg a fél univerzumot, úgyhogy ne uramozz itt, haver. Köszi, Steven. Ez furán hangzik, bár így hívnak. Amikor Misztériónak sikerült lelepleznie, teljesen feldúlta az életemet. Nem tudná kiiktatni, mintha meg sem történt volna. Strange! Csak semmi varázslat. Túl veszélyes. Jó. Storno. Az egész világ el fogja felejteni, hogy Peter Parker a pókember. Várjon mindenki! Lehetne pár kivétel? A varázslat nem így működik. Szóval MJ mindent elfelejt majd, ami köztünk volt. Ne zavard a varázslatot! Jézusom, Ned! Ő a legjobb barátom! Mély néninek tudnia kell! Hallgass már! Most mi történt? Hamarosan. Torzulást idéztünk elő a téridőben. A multiverzum elméletéről sajnos ijesztően keveset tudunk. Az a baj, hogy két különböző életet próbálsz élni. Minél tovább csinálod, annál veszélyesebbé válik. Vigyázz, mit kívánsz, Parker! Hello, Peter! Pókember. Nincs hazaút. Hamarosan a mozikban. Üdvözlöm kedves nézőinket, és Nóra is. Szervusz, ja. Nóra! A mai adásra egy nagyon erős triót hoztunk. A Marvel filmek szinkronstávját, állandó szinkronstávját, Tabák Kata szinkronrendező. Jó napot kívánok! Nagy Ermin színművész. Jó reggelt, jó napot! És Jacsó Bence hangmérnök. Sziasztok! Sziasztok! Köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Amikor megkérdeztük, a Kata volt az első, akit megkérdeztünk, hogy vállalná, hogy eljön, és megkérdeztünk téged, hogy kit szeretnél, kivel szeretnél jönni. És a Bencét mondtad azonnal, de így rögtön. Aztán irgalmatlan nagy hosszú szünet, hezitálás. Nem volt, most közben egy Rajka. Fekete Tibi, nagy Ermin, Fekete Tibi, Rajka. Rajka és Zoli volt még a... Ura, ő a nagy kedvenc, én mindig nem, azt mondtam, hogy vagy a Rajka és Zoli, vagy a nagy Ermin. Igen, tényleg ezt mondtam. Így volt. És nagy Ermin, hogy miért van ez? Mondd el ezt a 20 éves történetet. Hát nem tudom, szerintem mindenkinek kialakul az évek alatt az, hogy kivel szeret együtt dolgozni. Persze ez nem jelenti azt, hogy csak ezekkel az emberekkel dolgozunk, tehát én legalábbis úgy dolgozom, hogy amit a film igényel, olyan embereket hívok, de azért kialakulnak olyan munkakapcsolatok, meg barátságok, amik jók. És nekem az Ervinnel azt hiszem, hogy ilyen a kapcsolatom, nagyon-nagyon jól tudunk együtt dolgozni, még akkor is, hogyha van némi üvöltözés, meg papír haigálás, meg papír gyűrés, szokott lenni, amikor kiakad. Két ember van, aki után meg lehet állapítani, hogy a stúdióban volt, az a Csöre Gábor, meg a Nagy Ervin. Meg szegény Tordi Géza. Mivel tudok Kata ennyire fölbosszantani? Nem, hanem hát a maximalizmusával, hát ezt, de hál' Istennek ez így van. Hát amikor 12-ére is meg kell csinálni, és én is ugyanúgy tudom, mint ő tudja, hogy ez nem volt olyan, még egy picit lehetne jó, de azért
és még a Nikodém zsüga ilyen, hogy még visszazavar a 16-ra is, de azért, tehát az ember magával elégedetlen, de soha nem vele. Tehát azért olyan nagyon ritkán van, hogy de Katika! Ez így volt jó, most már elégedjél meg. Szokott lenni azért, az azt mondja, hogy Sternné Katika. Ezt szokta mondani, hogy Sternné Katika. Igen. És akkor, hát igen, hát szokott ilyen lenni, de általában az abból adódik, hogy ő is nagyon akarja, és így hajtja a szenvedély, meg az akarás, meg engem is hajt, és akkor úgy ez a kettő összeadódik. De valahogy soha nem olyan viták szoktak lenni, hogy egymás ellen. Ez szokott olyan lenni, nekem van egy ötletem, vagy egy elképzelésem, és akkor neki is van egy ötlete, és akkor ezek összecsapnak, és akkor általában az győz, amelyik... Tehát, hogyha az ő... Amelyiket a tabákat mondja, van nem. Hogyha az Ervin jobbat talál ki, akkor tökre örülök neki. Tehát szerintem pont az a legjobb ebben a... Vagy az az egyik legjobb ebben a szakmában, hogy ugye hiába képzelem el, amikor kiosztom a filmet, hogy hú, ez majd hogy fog megszólalni, és hogy fogja csinálni mondjuk az Ervin, vagy bárki, akkor bejön, és elkezdjük venni, és hát mivel ő a színész, és ő az, aki a tehetséget hozzáadja, ezért egy csomószor van olyan, hogy meglep. És ez fantasztikus. Tehát amikor sokkal, de sokkal, de sokkal jobb jön ki, mint amit te elképzelsz, és akkor csak így ülsz, és az hogy jó Isten! És annyira tudok örülni, hogy mindig mondjanak a bent, hogy hát te olyan vagy, mint egy 5 éves. Tehát tényleg az van, hogy mikor olyan jót csinál, de ez olyan értelemben is, hogy valamikor úgy meghatódsz, mert olyan, mondjuk most pont nem a Marvel-ekben vannak ilyen részek, de ezért vesztünk olyan filmeket is, abban is van néha, hogy tényleg olyan szifacsaró és annyira beleteszi a lelkét és a tehetségét, hogy nem tudsz beszólni. Tehát már volt olyan, mondtam a Bencének, hogy mondja a tekerszámot, mert gomboc volt a torkomban. Tehát. Bence, ebbe te hogy tudsz részt venni, amikor elkezdenek üvöltözni egymással is? Vele is üvöltözünk úgy. Én is ugyanúgy a célkeresztben vagyok. Én azt szoktam, mondom, és te miért? Hát mert ugyanúgy én is szoktam azért kíméletlen lenni. Én is valamikor miattam kell valamit újra venni, úgyhogy vagy nekem nem tetszett valami, és akkor vagy... te is kapod az életemet. Persze. Nem, mert ha ő elrontja, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy miattunk újra. Nem szoktuk kiemelni, hogy a Bence elrontja. De valamikor én mondom. Nem vettem a mikroportot, nem foglalkozott. Ó, semmi baj, meg és ennyi év szinkronizálás után szükséged van még arra, Ervin, hogy legyen egy jó színészvezető a másik oldalon? Tehát, hogy... Abszolút. Az kell? Várjatok. Már. Mert ezt lehet, hogy meg kell fordítsam. Nem, hogy lesz, úgy lesz a jó. Most jó, hogy látom, hogy... Nem látjátok, amit én látok. Ugye ez nem most látjátok. Így lesz jó. Most így lesz jó. Ugye? Igen. Megfelelünk? Jó lesz. Mi szól? Szóval, hanem, nyilván benned van már a rutin. Ennyi év után. Persze, figyelj, hát olyan szempontban el tudok egyedül szinkronizálgatni egy filmet. Egyszer volt egy ilyen. Egy olyan film, amit egyedül kellett megcsinálni. Most nem sorolom fel az okokat, hogy miért volt. Bombák Földjén egyébként, egy konkrét egyszer. És lényegében nem kaptam instrukciót. Tehát tulajdonképpen egyedül végigmentem egy Oscar-díjas, többszörös Oscar-díjas filmen, és azt éreztem, hogy na, ilyet soha többet. Tehát, hogy vannak a légifarkas 24-et bármikor persze, de ilyet mondjuk már általában azért igyekszem nem vállalni. De minél magasabb a művészi színvonal egy filmnek, nekem onnan jobban hiányzik hozzá a rendező. Tehát ezért egy idő után az ember nem hallja. Még akkor is, ha hallom, hogy sok hosszú voltam, becsattantam. Ugye, Ben? De abszolút kell. Tehát kell a visszajelzés is. Persze, tehát hogy mondhatom én azt, hogy milyen jó volt, de gyakran elejtem a végeket a mai napig 20 év szinkron után. Ervinizmus. Elnyelem a végét, már azt gondolom, hogy attól hú, de természetes. De szóval, hogy vannak ilyen, az embernek vannak ilyen ráült problémái, és az azért mindig jó, hogy jön a tanárnén is kihavít. De visszatérve mondjuk a Bencére, az is nagyon, szerintem nagyon, tehát általában, tehát ő nem úgy van, hogy jó van, nyomjad a gombot, film, aztán jó lesz, hanem mindig van. Én már őt többet szoktam szidni. Tehát amikor kész vagyunk, akkor így ül. Mondtam. Így csinál, mondom, ne, Bent, ne! Ne kezd el, hogy a... Jó. És akkor még ő a de hozzá kell, top. De azért hozzá igen. Kell tenni ehhez, hogy megkérdezted, hogy miért őket, kettőjüket, és ugye az Ervint elmondtam. Hogy a Bence az egy olyan típusú hangmérnök, aki nagyon kreatív. Tehát elkezdjük a felvételeket, és nagyon sokszor úgy áll össze egy kész tekercs, hogy nem egy felvételből rakjuk össze, hanem mondjuk az első felvételből nagyon jó volt mondjuk az eleje a jelenetnek, vagy az első két mondat, aztán közepe, stb. Vége.
És ez nagyon fontos, hogy egy hangmérnök, meg egy rendező, aki együtt dolgozik, egyrészt, hogy azonos legyen a ritmusuk, tehát, hogy a Bence ugyanolyan gyorsan reagál a dolgokra, mint ami, ahogy én, tehát ritmusérzékük azonos legyen, és hát valamilyen szinten az ízlésük azonos legyen. És az évak alatt mi nagyon jól össze, hogy mondják, csiszolódtunk. Igen, köszönöm. Tehát nagyon sokszor előfordul, hogy mondjuk veszünk valamit, és mondjuk az eleje az előbbi jobb volt. És még nem is mondom, csak éppen oda mondok, hogy Bence, és mondja, nézzél fel a sávra. Már és már van. Ő fölrakta, tehát már ő tudja, hogy nekem melyik fog tetszeni, mert általában 98%. Akkor van egyfajta kémia köztetek. Abszolút. Te, mint rendező, kérheted a Bencét hangmérnöknek magad mellé? Ragaszkodhatsz hozzá? Most jönnek a kulisszatitkok. Hát, tulajdonképpen most elég szerencsés helyzetben vagyunk, mert így a Marvel-ekben ott össze vagyunk osztva, meg én Disney sorozatokban is nagyjából össze vagyunk osztva, meg nagyon sok mozit is csinálunk együtt, tehát az élet így hozta. De mi szoktunk törekedni rá, de hát ez nem mindenki nézi jó szemmel, mert ugye sok többen is szeretnének ugye nyilván a Bencével dolgozni. Aha, összekednek rajta Bence. Igen. Hát igen, mert nagyon precíz, nagyon beleteszi, tehát azért van rajta kívül is ilyen hangmérnök a cégnél, aki nagyon beleteszi a lelkét, de ő ugyanolyan, hogy ő együtt lélegzik a produkcióval, és ami még nagyon fontos szerintem, és szerintem ezt a Bence is, meg az Erni is megerősíti, hogy milyen a hangulat egy felvételkor. Tehát, hogy bejövünk, nyilván mindenkinek vannak problémái az életéből adódóan, néha, de hogy belépünk, és azt nem hozzuk magunkkal. Tehát ő mondjuk jön valahonnan, ahol mondjuk neki őt felidegesítették, próbáltam a szerkifejezést használni. Őt nem szokták. Figyelj, még soha nem volt olyan. Tehát ahogy ő belépett, még soha nem volt olyan volt, hogy fél napot vártunk rá, vagy nem jelent meg, de életem legszebb virágcsokra itt tőle kaptam. Amikor hazamett egy hatalmas bokrétel, akkor a férjem fogadott az ajtót, és kérdezte, hogy nem ment ki a nagy erő? Készett a nagy erő? Tehát ez igen, ilyen volt. Egyébként ez már az utóbbi időben. Mit gálunk, hogy késett az erő? Tizegyére? Utóbbi időben már ez nem annyira jellemző, de... Köszönöm szépen, látod a fejlődést is, meg kell látni. Tehát most már négy óra az semmi. Szóval, hogy pontosan. Igen. Abszolút. Nem, úgy kezdtem mondani, a hangulat, igen, hogy nem hozzuk be azt, ami zavar minket, máshonnan, és nagyon egymásra hangolódunk, és megteremtjük a színésznek azt a légkört, amiben a legkreatívabb és a legtehetségesebb tud lenni. És ez nem nagyon fontos. Tehát én ezért nem hiszek, mert ugye van ilyen módszer, hogy nem próbálunk. Én 25 év alatt, amióta ezt csinálom, egyetlen egy ember volt, aki azt kérte, hogy ne próbáljunk, az a Stóla András. Tőlem színész még életében nem kérte azt, hogy ne próbáljunk, hanem inkább azt kérték, hogy hadd nézzem meg még egyszer, stb. És én nem hiszek ebben. Szerintem a Buci azért kértem, mert szerintem azért meg kurva fáradt volt. Mert van az az iskola, amelyik azt mondja, hogy az ösztönből, és akkor az első, és az ösztönös. Mivel nincsen már besoroló vetítés a színészeknek, mint régen, tehát ott látják először azt, amiben vannak. Arra kell hagyatkozniuk, amit én elmondok a filmről, stb. Tehát az, hogy megnézik egyszer-kétszer, azt szerintem nagyon fontos ahhoz, hogy tényleg hülyen tudják visszaadni, és aztán persze beleteszik a saját részüket, és ez ne felejtsük el, hogy ez azért egy nem másolás, de valamihez alkalmazkodnunk kell, hiszen elkészült egy műalkotás, aminek mi a leghűbb magyar változatát próbáljuk elkészíteni. Tehát azért alázattal kell hozzányúlnunk, mert azok az emberek több évig, stb. Készítették azt a filmet. Tehát mi mik vagyunk, hogy odaállunk, és akkor így felmondjuk. Tehát... Ervin, mint színészt kérdezlek, hogyha van egy jelenet, és ez most így akkor a próbákra visszautalva, tekercsekre van bontva egy jelenet, de annak van egy ide. Hogyha ezt tekercsenként lepróbálsz, mondod, valahol megáll ez a fajta, elindulsz valamivel, ott megáll, és onnan kell folytatnod. Hát, ez nem okoz? Nem. Nem. Hát ez, na, szerintem ez a rutin, tehát nem az a rutin, hogy pontos vagyok, meg akkor végzek, meg minden szájon van, hanem az a rutin, hogy az ember egy érzelmi hőfogot tart, és abból nem esik ki, tehát nem kell mindig visszaketet. Ez a belekerülési képesség, hogy hogy tud az ember azonosulni, annak a sebessége, gyorsasága, szerintem azt határoz meg egy profizmust. Én azt tartom profinak, aki nem is tudom, melyik óriási vagy francia vagy angol színész mondta,
ez annyira jó az a Lee Strasberg, hogy így befekszik tényleg a Robert De Niro sírba, meg együtt lakik. Én kiszoktam menni, aztán átélem is kész. Tehát, hogy, de egyébként én most nem megsértve bárkit, de azért a szinkron lesz nagyon hamar benne kell tudni lenni. De hát, én mondjuk ilyen szempontból, valószínűleg azért, mert nagyon sokat filmezem, ez nekem elég könnyen megy, én hamar elsírom magam egyébként a szinkronba is. Tehát, hogy az ember hamar belekerül abba az állapotba, és azt tudja tartani, azt a hőfokot. Nekem ez, szerintem ez egy ritkábban baj egy idő után. A pálya elején ez nehezebb. Most biztos azt gondolod, a pasim azt mondta, ez szuperhős film, közben a piros ruhás csávó vidáman felnyársalt a másik csávót. Hát, szuper ugyan vagyok, de soha nem voltam hős. És amit tettem, az tényleg gyilkosság. De a gyilkosság jól megfér a romantikával. És az enyém egy romantikus, szerelmi történet. Az elején kezdem. Vagyis még azelőtt, hogy piros gumigatyába préseltem volna a formás seggemet. 2 évvel korábban. Hogy mondjam, hogy megértsd? Szótagoljam? Nem én rendeltem a pizzát. Ez a Red Ledge Drive 7348. Maga Mr. Merchant? Merchantnek Merchant vagyok, de nem az, aki ezt a rohadt pizzát rendelte. Akkor ki rendelte? Én voltam! Sós és édes? Ananászos és olivás. Ki a fasz vagy? Mi a faszt keresel a pecom? Éget szélő? Remélem nem. Jól van, oké, figyú. Ha a pókerparti miatt jöttél, én mondtam Howie-nak, hogy én... Oké, figyelj csak. Ebben még több is van. Kösz. Uram, mielőtt lerendezi, megdobna borra valóval? Jeremy, igaz? Ja. Wade, viszont. Az van, hogy amit ma tőlem kapni fogsz, azt nem teszed zsebre. Nem miatta jöttem. Hanem miattad. Hú! Nem mondom, hogy nem vagyok megkönnyebbülve. Nem! Vagy kint az erdőből. A cicomázásból drasztikusan vegyél vissza. A farmer, az nem karácsonyfa. A tárcádat megtartom, mert szívesen adtad. Oké, de legalább az aranyklopkácsát... Hogyan lövöm a kurva macskádat! Nem tudom, miről beszélsz, nincs macskám. Pedig az előbb cicalomba szartam. Na mindegy. Azt mondd meg, tudod-e mi az, amit nem vehetsz meg pizzával? Ismersz egy bizonyos Megan Orfroskit? Rosszul mondom, Orfroskit? Orlovskit? Igen? Oké. Ő ismer téged. Jeremy, bevallom neked, engem fizetnek érte, hogy elkalapáljak embereket. A kis Megant nem veti fel a pénzt, de tudod, tőle ellágyultam. De így csak... Cseszegedted. Fájdalmat okoztál. Igaz, kisebb fájdalmat, mint a fogazott kés. Egy szóval hagyd békén Megant. Oké? Okay? Igen, uram. Ennyi volt. Hogy? Komolyan? Komolyan. Látod, kérlek? Jó, mit csináljam? Be voltam szarva. El tudok ám lágyulni, mondom. Csak nézz, arra felé, ahol ő van, és fájdalmasan megtapasztalod, hogy be is tudok keményedni. Ez félreérthető. Vagy mégsem. Szoktunk egyébként olyat csinálni, amikor bonyolultabb egy film, és mondjuk van egy, például abban pont az Ervin nem szerepelt abban a filmben, de a... most nem volt a címe, mindjárt mondom, a Lady Gaga és a Bradley Cooper. A Csillagszületikben. Ott csináltunk olyat, hogy amikor volt ez a hatalmas összeveszés jelenet a Lady Gaga és a Bradley Cooper között, a kádas jelenet. Nem tudom, mennyire emlékeztek. Azt például úgy levetítettük az egész jelenetet egybe a Rajkai Zolnak is, meg a Szilágyi Csengének is, és utána kezdtük el darabunként fölvenni, hogy nézzék meg az ívét. Tehát ilyet szoktunk csinálni, ha bonyolultam. De pont ez az, amit egyébként az Ervinnek, meg a Katának is a mondatához hozzá akartam tenni, és ez is tök jól tükrözi, ez a tekercse bontás dolog, hogy hiába állt az Ervin, és vezetés nélkül nem tudja, hogy hova fog kifutni a szerep, hogyha még annyit sem mond neki a rendező, hogy az a karakterfejlődésed hogy. Tehát, hogy lehet részletekben nézni a filmet és megfejtegetni, de azért nagyon fontos egy vezetés is, hogy tudja, hogy hova építkezzen, mert ha elkezd túl hamar építkezni, és mondjuk a jelenet sokkal tovább fut ki, akkor, és én ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogy tényleg a rendező tudja azt, hogy miről szól, nem csak az adott jelenet, hanem az adott karakter abban a szituációban és az egész filmben hol helyezkedik el. Másik meg azt, hogy ez a, hogy ne próbáljunk, hanem lökjük föl rögtön. Nyilván én szerintem ez egy nagy bullshit,
Tehát, hogy lehet abban indokolni, hogy ösztönösen, ami kijön, én szerintem ez csak azért van, hogy gyorsabban végezzenek. Én azt gondolom. A másik meg az, hogy azért színész a színész, és a jó színész, hogy tudja reprodukálni. Tehát neki, amikor játszik szériában, játszik egy darabot a színházban 50 egyszerre, meg 60, akkor is tudja ugyanazt előhozni magából. Tehát, hogyha mi felvesszük kétszer-háromszor, nyilván egyre jobb lesz, hát nem mindig egyre jobb a felvétel, de az a cél. Akkor ő tudja újra, tehát hogy nincs azért egyszer tudja megcsinálni. Persze. Hát azért színész, hogy bárhányszor meg tudja csinálni. Egyébként nagyon sokszor, tehát én nagyon sokszor magamba így elnyomok egy ilyen csábát, mert elsőre rengetegszer jó vagyok. Tehát, hogy elsőre, az a laza kéz, az, hogy jó, nincs tétje. És utána, de akkor is megnézed. Akkor is volt egy próba. Igen, tehát, de a próbán, nem ő a próbán, mondja, próbán, hogy néha tök jó szokott. És jön a felvétel, és az egy druk. Az mindig, az 20 év, meg 30 év után is egy pici belső druk, hogy most jó legyen, és az azért nagyon sokszor elrontja. Tehát az ember, én most inkább azt csinálom, hogy megnézem még egyszer. Mert valójában ez nem igaz, mert igazán jó belső lelki teljesítményt akkor tudsz, ha tudod, merre van a bójasor. Tehát amikor éppen jól jön ki, és akkor azt érzed, hogy hú, most ez úgy megtörtént, mert ugyan váratlan volt, az azért 50%, és akkor az ismert pálya bejárása az 100%-ra föl tudja vinni, mert nem abban leszek elfoglalva, hogy hosszú legyek, rövid legyek, ott ez hosszabb ez a mondat, avval meggyűlik a bajom ott a végén, mert az nekem nehéz hangzó, hanem ezt mind bejárja, és akkor valójában igazán jó lelki munkát, nem technikai, nem lelki munkát, akkor lehet az ember ismeri a pályát. Hát igen, és az intim jelenetekre visszatérve egy pillanatra, hogy ez téged is érint. Én azt gondolom, hogy én például sokkal jobban tudok úgy dolgozni, hogyha mellettem áll a partnerem egy ilyen jelenetnél, amiről az előbb beszéltem, vagy nem tudom, láttátok-e a Jelenetek egy házasságból című sorozatot. Én el nem tudom képzelni, ezt nem szinkronosan láttam még, úgyhogy nem tudom elképzelni, hogy ezt hogy lehetett leszinkronizálni úgy, hogy egyedül áll valaki a mikrofon. Ez nagyon érdekes egyébként, mert amikor ugye régebben mindig úgy dolgoztunk, és nem csak a Covid miatt változott az egyébként meg, hanem a külföldi keverések miatt is, mert amikor ugye egyre több dolgot kevertek külföldön, főleg mozifilmeket, és a külföldieknek az volt az igényük, hogy külön hangsávon legyenek, hogy könnyebben lehessen kezelni, könnyebben lehessen keverni, illetve a vágónak is egy könnyebbség az, hogy külön hangsávon vannak a külön szereplők. Tehát ezt mi még már a Covid előtt megszoktuk, de a nem mozifilmeknél, tévésorozatok, stb. Mindig együtt dolgoztak a színészek. Az adott egy plusz hangulatot egyébként a forgatásnak, nem csak ebből a szempontból, hogy ugye egymásra hangolódtak, hanem hát ott azért buli volt, hangulat, röhögés, stb. Viszont rendezői munka szempontjából, meg hangmérnöki szempontból egyébként az bonyolultabb volt. Akkor mondjuk hárman állnak egy mikrofonnál, akkor sokkal több mindenre kell egyszerre figyelni egy hangmérnöknek is, és egy rendezőnek is. Nagyon ritka az, hogy olyan két vagy három ember tudsz a mikrofon elé állítani, akiknek azonos a ritmusuk, azonos a ugyanúgy fogják fel a jelenetet, olyan gyorsasággal, stb. Tehát általában azért mindenki mindig valaki valakire vár, akkor ez elcsúszik. Szóval, hogy hangulatilag nagyon jó volt, viszont munka szempontjából az, hogy egyedül állnak a mikrofonnál, könnyebb olyan értelemben, hogy egy emberre tudsz fókuszálni fel egyszerre. Fel is gyorsítja a munkát? Felgyorsítja a munkát egyébként. Hát figyelj, valaki hibázik egy hármas jelenetben, és akkor utána meg én hibázok, aztán meg ő hibázik. Igen, aztán megint ő. Tehát, hogy a másik, az tényleg megfigyelhető magunkon is, hogy tényleg sokkal jobban oda tudsz figyelni egy emberre, mert akkor nem oszlik meg a figyelem, hanem egy emberre koncentrálsz. És művészileg? Én ezt jobban szeretem. Jobb az egyik. De pedig én aztán igazán szociális lény vagyok, tehát én nagyon imádok kint büfézni, meg imádni a kollégáimmal, de valahogy Te már így dolgoztál mindig? Nem. Én például dolgoztam olyan helyen, mondjuk a Master filmben ezelőtt, nem tudom, 15 évvel, amikor hatan álltunk ott, és azt éreztem, hogy nem mentek a picsába. Tehát, hogy ezt nem lehetett már kibírni. Hát érted, se levegő nem volt a teremben. Odalép, igen. Ez a típusú szintról, ez hú, de minőséget lehet produkálni. Hát mi egyszer vettünk a Tóth Péterre egy filmet, ami egy nyugdíjas otthonban játszódott, és csak 70 fölötti színészek voltak, szegények már
90%-uk nem él, fantasztikusak. Tehát Velencei Pista bácsi, Dobrászki Zoli, tehát ez a korosztály, és emlékszem, hogy elindítottuk a próbát, és amíg felálltak, mert az egyiknek a lába fájt, a másiknak a dereka, a harmadik, a botjával, amíg oda, lement a próba. Igen. És akkor tudod, ezt csinálod 3 napig, és akkor emlékszem, hogy Tóth Peti a harmadik nap végén így ült, és mondta, hogy nem, és az utolsó napon jött a Tóth Juci, a Tóth Judit, a Csénémet Lajosnak a felesége, bejött, és akkor mondta neki a Peti, nagyon fáradt volt, hogy Jucikám, akkor ott a füles, és ránk nézett a Juci, és azt mondta, Péter, nem gondolja, én most jövök a fodrásztól, frissan undorálta. És mondta, hogy nem veszik fel a füles, és hát álltunk, és hát akkor volt egy ilyen minden tekesni, egy ilyen 20 másodperces ugye, csúszás, mert hogy nem dolgoztunk. Szóval, hogy igen, ilyen ez vicces történet most így elmondva, de azért az a 3 nap, amit felvettünk a Kézdi Gyuri bácsisben, szóval az volt. Igen, én a masterben dolgoztam én is még a mafilm előtt, és ott már nem tudom, a hanyadik hónap után mondtam, hogy oké, 3 embernél nem állhat több a mikrofon előtt. Egyébként mind a kettőnek megvan az előnye, meg a hátránya, tehát hogy nem lehet azt mondani, hogy de jobb, nem, jobb az egy személyes felvétel. Hát nektek hangmérnököknek mindenképp, nem? Igen, még a kettőt tök jól lehet kezelni, a 3 már tényleg nehézkes, meg ott mindig van valaki, aki menni kell. És azért nagyon nehéz néha 2 emberrel, mert ahogy mondta Kata is, nem ugyanabban a tempóban vannak, és vannak olyan emberek, akik tudnak azonosulni a másikhoz, de akkor se azzal a sunggal jön ki akkor, amikor egyedül állott. Vagy például színdarabban is lehet látni, akik között milyen interakciók vannak, ezek ugyanúgy megtörténnek a mikrofon előtt is. És lehet, hogy tök jól összeosztod őket, de valamiért nem tudnak pont együtt működni. Mondjuk, akkor nem tudod akkor valakire, hogy éppen akkor szakítottak, ilyen is volt. És akkor álljanak be úgy oda, hogy közben meg ott kell valami jót csinálni. És nagyon sokszor frusztrálódik az a színész, aki esetleg lassabb, mert nem olyan gyakorlat. Lehet, hogy nagyon jó színész. Ez főleg fiataloknál, érted, és akkor így hallod, hogy... És ha öreg kollega, aki már nem tudom, 40 éve a pályán, jóval fiam. De még akkor is érzi az ember, ha az idősebb kollega nem csinálja ezt. Magadat frusztrálod. Igen. De ez ugyanígy visszafelé is, hogyha egy idősebb színész, aki nem annyira rutinos, szinkronos, de nagyon jó színész, tehát nem, szerintem nem is lehet ilyen helyzetbe hozni. Tehát régen is inkább azokat egyedül hívtam, mert hogy akkor érezze, hogy csak ráirányul a figyelem, hogy csak vele foglalkozol, hogy abban a tempóban mész, ami neki jó, hogy kényelmes legyen. Hát, hogy legyen kedve. Ez pont az Esztergályos Ceciliával volt. Igen, a nagymama, unoka film 90%-a, és a Pekár Adri volt az unokája. És akkor kijött a forgatás után a Cecilia, mert hogy gyakorlatilag a esetek döntő többségében az ő tempója miatt kellett újra venni, és mondta, hogy ő nem szeretne többet ilyen fiatal emberrel szinkronizálni, aki minden egyes alkalommal tűpontosan fölteszi mellett a szinkront, mert hogy... Pedig hát zseniális mindig a végeredmény. Tök jó, de frusztrálta, hogy ott áll mellette egy ember, aki akárhányszor kérjük újra, szinte tűpontosan. Nekem meg a kis Eszter mesélte egyszer, hogy neki az volt az élete egyik legnagyobb dicsérete a szinkronban, hogy a szakácsi mellé beállt, és próbafelvétel, és a 20. hibátlan felvétel után így ránéz, hogy te ki vagy? Kis Eszter vagyok. Te mihez kezdesz? Még nem tudom. 1000 éve most először érzem azt, hogy nincs kijelölt utam. De van, aki elvigyem. Ha nem szaladsz, itt maradsz, lobonc. Fasrác! Hellóka! Na hát, újra együtt az Asgard és az ő Asgardája. Na, hova megyünk? Hé! Hey. Csak hogy tudd, ez még mindig az én űrhajóm. Én parancsolok. Tudom, nem is kérdés. Hogyne? Ezt mondod, aztán birizgálod a térképet. Mintha nem tudatosult volna benned, hogy én parancsolok. Zűrlord, ne engem okolja saját bizonytalanságodért, én csak próbálok segíteni és támogatni téged. Űrlord? Azt mondtam. Küzdjetek meg a vezetői tisztségért. Jól hangzik. Arra semmi szükség. Tényleg, nem. Okay. Van pár sugárvetőm, ha nem ragaszkodtok a késhez. Ó, de légy szív, hadd legyen kés. Az a jó, a kés. Én vagyok Groot. Le!
Arra semmi szükség. Nem kaszaboljuk össze egymást, hiszen mindenki tudja, ki parancsol. Én. Ugye? Igen, te. Lala, hogyne. Ti érzitek ennek, mert ugye ez is egy ilyen sürgetésből fakad egyébként, a szakmában érzek egy ilyen, itt a szinkronizálás terén egy állandó ilyen sietést, ugye ezért nem lehet instruálni. Nagyon nem akarom érezni, ezért, tehát hogy nekem pont ezekkel van a legnagyobb bajom. Ezt ti ebből ki tudjátok? Próbálunk kimaradni, de ebből a szempontból szerintem tök szerencsés helyen dolgozunk. Szerencsés helyen vagytok, meg jó filmekkel. Mert egyrészt általában jó filmeket csinálunk, igényes filmeket, másrészt teljesen szabad kezet kapunk ebből a szempontból rendezőként. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy ezt az embert 15 tekercs per órával szeretném feltetetni, mert ő nem annyira gyakorlott, nagyon nehéz a szerep, stb. Most nem mondom, hogy idegen nyelven kell beszélni, vagy tök mindegy, akkor 15 per tekercsel teszi fel a gyártásvezető. És tudok kérni olyat, hogy ezt az embert ezt 20-szal tudom venni, ezt az embert 18, hát általában egyébként a mozifilmeket 18 vagy 20 tekercs per órával vesszük. Tehát ez az alap, tehát ennél nem vesszük gyorsabban. És egyébként a mostani sorozatok, ha megnézitek, akár a Disney sorozatokra, akár a Netflix sorozatokra gondolom, azok olyan igényességgel készülnek el, mint a mozi, sőt, még igényesebben is, mint a nagy mozik. Tehát ott se tudsz nagyon gyorsabban haladni. Tehát nekünk egy csomó olyan sorozatunk van, amilyen 15-tel, 18-al haladunk. És tehát ti nem érzitek ezt, hogy nem. Azt érezzük, hogy nagyon sokszor van az, hogy ránk ömlik egy csomó plusz dolog, mert mondjuk épp elkészült egy keverés külföldön, ezt visszaküldik ellenőrizni, ezt meg kell néznünk, vagy találnak kimaradt háttérmondatokat, amiket mi nem is hallottunk, és akkor vagy benne valamilyen munkába, és akkor ezek jönnek vissza, és akkor ott ülsz, hogy egyszerre 6 dolgot kell. Azt érezzük, tehát ilyen szokott lenni, egyszerre 6 dolgot kell csinálnunk, de azt, hogy nekünk gyorsabban kéne haladnunk, és sürgetnünk kéne a színészt, és nem, az abszolút nincs. Hát ez egy kiemelt státusz szerintem, tehát ez nem normális. Tehát azért ezt el kell mondani, hogy nem így dolgozik ezek a magyar szinkronszak. Nem, ez normális, csak ez lenne a normális. Jó, csak hát igen, ilyenkor azt is ezzel kell tenni, hogy amikor a hé, Johnny, ebben a kamionnal kamarodjál balra, légy szíves. Tehát ehhez nem kell tényleg próba, és nem tudom, tehát hogy van, és ez mondjuk jó, egy hangelemondást mondtam, de alapvetően ez vannak rengeteg anyagjönbe ugye a magyar szinkronpiacra, és ennek azért szerintem a 60%-a nem annyira, hogy úgy mondjam, A-kategóriás. Ez tényleg egy kiemelt hely, és egyébként nagyon jó, hogy nincs egy stúdiópresszió. Szerintem ez egy fontos dolog. És színészként is jó érzés, hogy na, most kimegyek szinkronizálni, én például azt csinálom, de hát szerintem ebben egy kicsit már ilyen unikális, vagy nem tudom, olyan pipifaxosnak tűnik, hogy én azt mondom, hogy én például 3 nap alatt veszek föl 190 tekercset. Én nem vagyok hajlandó bemenni és 2 órát dolgozni. De nem azért nem csinálok 2 órát, mert valójában szerintem alá tudja támasztani a Kata. Az ő oldaláról nem, de színész oldalról, vagy hát neki is egyébként jobb lenne, de színész oldalról szerintem én azt gondolom, hogy 4 órát lehet, komoly minőségű, 4-5 óra max, ami komoly minőségű filmet csinál. Mondjuk egy Csillagszületeket szerintem 4 órát lehet csinálni. És nem azért, mert úristen, hanem az olyan koncentráció, hogy az tényleg olyan legyen. Én tudom milyen, amikor a, nem tudom, a Dára vadakurát érted, tolod, hogy az mennyi megterhelés, meg milyen, amikor a Matthew McConaughey-t kell csinálni. Pont, szóval, hogy az azért, az egy, mint a vadászkutya, érted, olyan vagy, hogy jó legyen, meg ha jó a rendeződ, akkor meg még 6 instrukciót kapsz, és akkor hát szóval leég az agyad, meg a szíved a helyére. De szokott is kérni egyébként, hogy elszáztól, amikor valakinek, mit tudom én, 150 tekercsem, hogy szedje minimum 2-be, de inkább 3-ba. Most is csináltunk egy filmet az Ervinnel, amit nem mutattak be, az lesz a címe, hogy az elvesztett város. Ha bekeverik a címet. Együtt csináltuk egyébként pont a 3-an, egy Sandra Bullock és Channing Tatum film, és hát faltól felig beszélnek benne, és nagyon sok improvizatív része van, amit valószínűleg kicsit improztak is a felvétel közben, és hát az a két ember így fossa a szót. És az például olyan volt, hogy a Fűr Anikó is, meg az Ervin is 3-szor vagy 4-szer jöttek, úgy vettük fel. És nem is lehetett egyszerűen nekünk is, mi is annyira, mi hosszabb ideig voltunk nyilván, mert ugye váltották egymást, de olyan koncentráció volt az, hogy figyeljünk arra, hogy jó is legyen, szinkron is legyen, a hangulat is meglegyen, stb., hogy jó munkához idő kell. Hát vigyázték, és muszáj, hogy Magyarországon is vicces legyen, ne csak föllökjük a szavakat oda, vagy érted, hogy megtámogsz a angol szóvicceket bedobni, igen. Magyarországra, az mindig egy ilyen termonukleális.
vezettetek az elveszett városba. Készüljetek a halálra! Több száz kígyó kígyózott itt a templomban, és arra vártak, hogy megjöjjünk? Mi? Őt miért nem marják meg? Ez rejes. Töröl, töröl, töröl. A UIP Duna film bemutatja, nem valódi kalandor. Figyelj, Loretta, promotálnod kell az új elveszett városos könyvedet. Nem töltheted az életed a kádban, jeges sárton és szokogatva. Hölgyeim és uraim, a világ legszexibb címlapmodellje, Dashbe! Nem valódi hős. De tudod, hogy nem Dash vagy, ugye? Dash egy karakter, én találtam ki. Dash? Jaj. De a Szitu. Miss Sage, élveztem a könyvét az elveszett városról, és úgy hiszem, maga segíthet megtalálni a kincsét. Most lett valódi. Erre tisztelettel nemet mondanék. Sajnos ragaszkodom hozzá. Oldozzon el! Az csak az öv. 2022-ben. Loretta Sage eltűnt. Én megmentem. Azt akarom, hogy többnek tartson címlapmodellnél. Ellen, mit keresel te itt? Megmentelek. Képesített újraillesztő vagyok, képesített crossfites. Van, nasi. Utánunk! Olyan, mint a könyvet. Most egy lábmór és Dash kalandban vagyunk. Segítek egy kicsit. Rajta! Mivel ezt ne csinálsz? Haladjunk ne rajta! Ez nem egy romantikus legény. A dzsungel megeszi a magunk fajtát. Ez meg mi? Szerte, kérlek! Érzem, ahogy kiszívják a lelkem. Kérlek, mint egy sebtapaszt. Ne hagyd ki ilyen hangot. Érzem, hogy van még. Több is van. Úgy szürcsölgetik a seggem, mint valami szaftos dzsamba dzsung. Közel járunk. Megtalálom az elveszett várost. Ha nem jutok el a szigetre, a barátnőm és a címlap modellje meg fognak halni. Én vezetek. Loretta Sage, kiszabadítom innen. Miért ennyire jóképű? Apám időjós volt. Hé, ott nem kell megmenteni. Okay. Mit menteget ott? Az elveszett város. Hamarosan a mozikban. Ez az Úri emberek című filmnél elég jól kijött. Hát, nagyon izgult mindenki, aki nagyon szereti a Guy Ritchie-t, hogy mi lesz ebből. Hogyan számít? És nagyon jó. Szerintem az elmúlt, nem tudom, 15 év egyik legjobb dramaturg. Az oroszlán, ha éhes, eszik. Vicces, hogy mik maradnak. Neked vagy egy interjúban olvastam, hogy Aprics Laci, aki... Miért pont az Aprics? Jó, értem miért. Én nagyon érdekes egyébként, hogy mi szerintem nagyon kevésszer, általában ilyen színházakban szoktunk összefutni, és akkor a büfében beszélgetünk, tehát ennyi a kapcsolatunk. Soha nem dolgoztunk egy cégnél, tehát nincs egy személyes viszony. Viszont én nem nagyon néztem szinkronnal a dolgokat, vagy most is inkább felirattal nézek, nem azért, mert nem szeretem a szinkront, hanem azért, mert így képzem magam az angolban, hogy mindig napra kész legyek a fordulatokkal, stb. Tehát ez tulajdonképpen egy képzés. De a Laci szinkronjai voltak nekem mindig mérvadóak. Tehát, hogy nagyon-nagyon tetszett mindig a szereposztás, nagyon tetszett az, hogy mindig foglalkozik a fiatalokkal, tehát, hogy kísérletezik, nagyon sok ember tanít be. Ott lehet fölnőni nála, igen. És az is nagyon szimpatikus volt így ismeretlenül, hogy én nem hallottam olyan embert, tehát aki jött hozzám dolgozni, tehát nem hallottam olyan embert, aki róla rosszat mondott. Igen. Tehát mindig nagyon nagy szeretettel beszéltek róla. És emiatt, és az, hogy elmondták, hogy milyen a hangulat, mennyire jó vele dolgozni, és ez nekem egy ilyen követendő példa volt, ismeretlenül is. Tehát én nagyon sokszor, amikor megnéztem az ő szinkronját, akkor írtam neki üzenetet, hogy láttam ezt, vagy láttam a moziban ezt, és hogy úristen, és gratulálok, és akkor kialakult köztünk egy ilyen szeretetteli kapcsolat tulajdonképpen úgy, hogy nem is dolgoztunk soha együtt. Tehát én ezt nagyon, nagyon becsülöm azokban az emberekben, akik erre áldoznak időt, és én is ilyen szeretnék lenni, vagy ilyen is vagyok valamilyen szempontból, hogy nagyon sokat, vagy, nagyon sokat, nem is tudom, mit akarok mondani. Nem baj. Szóval, hogy nagyon sokat megyek. Járok színházba, nagyon sokat nézem a fiataloknak a most felnövő, vagy az felnövő generációknak az előadásait, és tanítom őket, és nem csak egyébként fiatalokat, hanem hogyha látok egy olyat, aki vidékről került most fel, 50-60-70 éves is van köztük, és mondom, úristen, ez miért nem jár, miért nem szinkronizál, és hívom és tanítom, és hogy ebbe időt tenni,
mert egyszerűen annyit hozzáad egy filmhez, hogyha jönnek újak, és megtanulhatják ezt. A Csoma Judit például. Látom ezt ciáltat, és mondom, úristen, még soha az életben nem. És akkor kihívtuk a pont a Lupin sorozatban volt először, és akkor utána kihívtuk, azt is együtt csináltuk, Oxygen című filmben is volt egy nagy szerepe. És isteni ilyen emberekkel együtt dolgozni, amikor azt érzed, hogy tényleg egy tehetség, és csak egyszerűen a technikai részét kell megtanítani, mert ott van benne az, amit ő hozzá tudott. Kata, jártál már úgy, hogy színpadon láttál valakit, aki csodálatos volt, kihívtad szinkronba, és nem működött. Nagyon sokszor, de ez általában nem azért van, mert hogy ő ezt nem tudja tudni. Hogy ő ezt nem tudja megtanulni. Ezt tanítani, meg kell tanulni. Tehát ennek van egy technikai... Persze. Jó, van néhány olyan ember, nagyon ritka, de van néhány olyan ember, akik tényleg csak a saját tempójukba tudnak beszélni. Tehát ez egy nem tudják fölvenni, nem tudnak alkalmazkodni. Pedig remekül énekel, tehát van ritmus érzékes, de mégsem működik valami miatt. És attól függetlenül még becsülött szeretet, de hát azért én emlékszem arra, mikor először kijött a Scherer Pepe, meg először kijött a Fekete Tibi, tehát nagyon sok ilyen először, és akkor volt, hogy így ültem, hogy... És akkor mondtam valaminek, hogy hú, hát ez mikor, hogy ez mi lesz? Mi lesz? Szólj le, hogy ma nincs ebédszünet. És aztán minden, tehát hogy igen, ez technika, hogy meg kell tanulni, hogy mennyi mindenre kell odafigyelni, mennyi. Az, hogy színpadon használtad a kezedet, a lábadat, az arcodat, mindenedet használhatod. Vagy, hát, szabadabb vagy. Igen, és most meg itt csak a szavaidban, csak a beszédedbe kell összesűríteni mindazt, amit ott egy csomó minden másra. És ráadásul figyelni kell, tehát nézni számokat. Alkalmazkodni, igen. Meg akik újonnan jönnek, idézőjelben újonnan, azoknak csomószor hamis az, hogy hanggal mit meg lehet, vagy mennyi mindent kell beletenni mondjuk egy érzelembe. Mert hogy a színpadon mondjuk, ahogy mondtad is, eljátsz az arcával, nem kell maximum csak így lebeszélni, hogy mindenki hallja. De a szinkronban teljesen más, beáll egy süket stúdióba, és akkor azt érzi, hogy fú, ő most nagyon kiabál, és közben kihívott, megmutatod neki, és akkor azt mondja, hogy úristen, de béna vagyok. Ez olyan, nem vagy béna, csak nem engeded ki, vagy nem engeded át a hangodat. Néha, amikor azt érzi egy színész, hogy ő pont olyan hangerővel úgy beszél, mint az eredeti, de mégis valahogy a hatása nem az lesz, mint a filmbeli hatás. Tehát igazából a hatás az, amit el kéne érni, amit a filmből kijövő hatást, és ezt kell vagy megtanulni, igen, szerintem. Igen. De egyébként most, hogy egy csomó tévésorozat, magyar gyártású sorozat megy ugye egyre több különböző csatornákon, ez a mostani generáció, akik most jöttek ki az SZF-éről pár éve, és belekerültek például a Tanárba, meg más sorozatokba, ezek azt érzem rajtuk, mikor először kijönnek, és mondjuk még sose csináltak ilyet, hogy picit jobban érzik egyébként. Mert mivel forgatnak, tudják, hogy szólalok meg egy filmben, egy sorozatban, és valahogy ösztönösen egy csomószor jobban elkapják egyébként, mint azok, akik, mit tudom én, egy 10 évvel ezelőtt jöttek ki, és ott nem volt ilyen lehetőség, hogy ennyit forgattak. És lesz valaha szerintetek oktatása ennek az egésznek? Rendezőknek? Hát volt oktatás, mi foglalkoztunk. Hát azért, mert szétbombázták az SZF-ét. Ja, hogy az akkor szűnt meg? Igen, hát mi pont elkezdtünk. Vittük a Rábaroli belső osztályt. Igen, igen. A Stern Dani, Bátor Jorsi és én, és ott remek, tehát tényleg ott azok a gyerekek, szinte azt mondom, hogy azt hiszem 10 vagy 12-en voltak, 89-en főszerepeket csinálnak. De nagyon nagy szükség lenne rá. Nagyon, nagyon nagy, de hát ez most ugye az SZF szétverésével. Hát megint. Akkor helyben vagyunk, akkor nézzük a dolognak egy kicsit sötétebb oldalát. Ervin, te elég karakánul beleálltál. Melyikben? Azt hiszem, mindenben, de hogy itt kifejezetten a szinkronról beszélek. Pár évvel ezelőtt elindult egy kezdeményezés a szakszervezet által. Hol tart ez a dolog most? Hát erről a rajkézóit jobban meg kell kérni. Én vagyok a pártökle, ő pedig az észember és az ember, aki közben megpróbálja a törvényi hátteret, a különböző, tehát ő a, hogy úgy mondjam, inkább a lobbistája ennek a történetnek. Hát figyelj, nagyon nehéz, mert valójában mindenhez kell azért politikai akarat, de alapvetően szerintem az nem egy elhibázat, azért gondolom, hogy egyébként egy nagyon, már akkor is azt mondtam, hogy egy hosszú háború kezdetét veszi,
mert ide is legyűrűzik, hogy a fiatal utánképzés, kinek adsz majd arról papírt, hogy ő már szinkronszínész, mikor dolgozhat, tehát hogy az egész háttériparnak a megteremtése, hogy az minőség legyen és a magyar nyelvet szolgálja. És az új generációk, ha kinyitják a tévét, akkor ne egy ilyen igénytelen foshalmazt hallgassanak. Ahhoz a piacnak a támogatása, tehát az, hogy piaci alapon és a piacot lekövetve, és azokat a pénzeket és az inflációtól kezdve mindenfajtaféle európai irányvonalat lekövetve a magyar szinkron sokkal jobban megfizetett legyen, az egy nagyon hosszú harc, mint hogy a pedagógusok bére is egy hosszú harc, mint elmondhatnám, hogy mennyi az orvosok bére, tehát minden olyan szellemi tevékenység, amiben egyébként, és mondjuk ilyen szempontból a szinkron más, mert ezért pénzt adnak a megrendelők, tehát nem össze kell rendelő közfeladatokkal, de mégiscsak azért kell egy társadalmi hatás, ami egy kicsit azt mondja, igen, nekünk ez fontos. Tehát a magyar nyelvében él a nemzet, igen, ez egy kultúrpolitikai döntés is bizonyos szempontból. Hát ez nincs kimondva. Mi azért szoktuk jelenezni, például azt, hogy kötelező magyar szinkronon is elérhetővé tenni a Magyarországon a tartalmakat, az abban a pillanatban egy egészen más kategória. És ezt mondjuk, ez egy politikai döntés. De az, hogy azért mondjuk a jogdíj, mint olyan, tehát hogy hányszor megy le azt, amit mi csináltunk, és ez vonatkoztatva a rendezőre, tehát mindenki, aki hozzáadott értéket termel abban a szinkronban, hogy az egy piaci dolog, és ezért szakszervezeti melót kell végrehajtani, ezt meg a kis szakmánknak kell fölfogni, és a szinkronszínészeknek kell fölfogni. És szerintem az nagyon fontos, hogy ugyanúgy megemlítette a pedagógusokat az Ervin, hogy én azt hiszem, hogy ez csak összefogva lehet. Tehát ez, hogy egyénenként mindenki így benyújtogatja, hogy én annyiért nem tudom mi, ez nem. Csak hát valahogy az összefogás az... Az összefogás a magyar nemzetnek nem annyira megy. Nem nagyon megy. És a magyar szinkron színészeknek se annyira megy. Egyáltalán. Tehát, hogy valójában mindig van, hát ha én ez a kicsit oposban, majd én nekem jobb lesz. Én ha akarom, életem végéig föltolom az árakat, én fogok a legjobban keresni, mert én vagyok ennek a hangja, és akkor igen, csak erről mindig úgy gondolok, mint a főiskolásokról, hogy és akkor nekik mit fognak mondani? Igen. Hogy ami a nagy ervi megkapja, azt tőled elveszük. Tehát, hogy ez nem lehet, hogy ezeket kategóriákba kell sorolni, ki hány évet volt a pályán, ki mennyi szerepe van, és a többi. Tehát ezeket, ez egy nagyon kemény meló, nagyon hosszú meló, de azt meg lehet benne teremteni, hogy mondjuk 2 év múlva mondjuk a lengyel kollégáim na 10-szeresét keresik, hanem mondjuk elég, ha csak az 5-szeresét, amennyivel nagyobb az országuk. Igen. Ez ilyen egyszerű lenne. Magyarországon elképesztő ügyesen a vadkapitalizmusba a szinkron stúdiók és a megrendelők között kialakult egy olyan piaci lefelé indulás, amit egyszerűen szerintem az utolsó pillanatban meg kell. Egymás alá ígérünk, és akkor mindig lehet többet, és ott aztán tényleg az van, hogy meg se nézett. Tehát lényegében elég, ha fölmondod, azt majd valahogy ráigazítjuk. Tehát hogy ez a fajta igénytelenséggel párosul, hiába mond bárki bármit. Az egyik jön a másikból. Egymásra ható folyamatok ezek. És az, amit az Ervin mondott, hogy ki mennyi ideje van a pályán, meg ki mit tett le az asztalra, tehát ez nem az ördögtől való szerintem az a bérezés, ami régen, amikor még a Pannonia filmstúdió működött, hogy ott megvoltak a kategóriák, hogy aki 20 éve, 30 éve, 40 éve, 50 éve más tekercsárat kapott. Igen. Az a színész. És ez egy teljesen természetes dolog volt, hogy aki kijött a főiskoláról, az elment tömegezni, az megcsinálta a kis szerepeket, aztán persze egyre inkább, ugye, ahogy fejlődött főszerepet, de nem kapott annyit egy frissen kijött a főiskoláról, mint az, aki most tök mindegy, hogy Jászai Mari díjas vagy Kossuth díjas, nem kell díjhoz kötni, de hogy aki már valamit letett és dolgozott a szakmában. És akkor itt megint visszakanyarodunk az oktatáshoz, mert hogyha utánunk lévő generációt megtanítjuk arra, hogy a jogaiért hogy álljon ki, akkor ez működni fog, de addig nem. Tehát hogy a jogait hogyan érvényesítse. Hát azért az, ahogy szerintem ezek a főiskolások most ezt az SZF-én történt dolgot csinálták, az példaértékű szerintem a mi generációnk számára is, mert én például nem tudtam volna elkezdeni, hogy 20-22 évesen így kiálljak, ahogy ők ezt megszervezték, békésen, intelligensen, kreatívan, mindig felkészülve az adott. És összefogva, igen, és nem a saját érdekeiket előtérbe tolva, és tulajdonképpen ez nem a saját érdekemet tolom előre, ebben vagyunk nagyon rosszak szerintem. Igen, mert megszoktuk azt, hogy a párt felé, és az jelenleg is, tehát tök mindegy, majd a kicsit okosba hátulról szólok Lalikának, hogy mi lenne, ha nekem jobb lehetne.
Ezért a magyar nép azért tart itt, mert mindig így fogta föl, igen, a földesúrnál, a töröknél. Ez nagyon régi történet, amit itt nekünk. Az, és a szakszervezet, mint olyan, az meg hát így még a transzgenerációsan egy ilyen, ó, az egy ilyen kommunista valami. Hát nem, hát ez érdekérvényesítő platform. Ez egy szövetség, aminek nagyon-nagyon sok, és szerintem ahol differenciálni lehet azt, hogy más kategória az, hogy ki mennyit, és ahol a különbség jelentkezik, az az, hogy mit csináltam. Mert én Marvel csinálok, és azt leadják 200-szor, és hoz a mozinak egy félmilliárdos bevételt, vagy egyet, akkor akik benne vannak, ne ez a jogdíj. Ez az, ami különbséget tesz, de ez már éppen az, hogy milyen piaci szereplő, mekkora, milyen platformon megy, mekkora sikert ér el, és aki éppen szerencsésebb, vagy jobb munkát tett le az asztalra, az több pénzt kap esetleg a jogdíjakból. Az még egy másik bugyor egyébként a jogdíjak átverése. Tehát az, és hát arról nem beszélve, hogy az egy dolog, hogy a mozi, de az igazán, hogy úgy mondjam, nagy piac az a tévé. A streaming, nem? Tehát ebből azért szerintem ebben a jogdíj kérdésben azért nagyon szép eredményeket elért a szakszervezet. Ebben már jó úton járunk, de hát azért... De egy csomó lehetőség van, csak ugye az, mivel nincs összefogás, mivel nem a szakszervezet úgy lebeg egyedül a levegőbe, így aztán nem is tudnak... Hát mondjuk politikai... Hát ez meg a másik. De van-e értelme egyébként szerintetek? Mármint, hogy a szinkronizálásnak, hogy ez lesz, van jövője? Lesz? Szerintem minden. Bocsánat. Mondja. Szerintem minden komoly kultúrnemzet szinkronizál. Nézd meg a németeket. Én mindig... Franciák és olaszok. Tehát mindenki olaszok. Tehát a német szinkron mindig megkapsz. Elképesztő színvonalú. Tehát ezt lehet, és mindenki beszél angolul. Az tehát ez egy ilyen bullshit. Hogy akkor nem beszélünk majd angolul a gyerekkel. Menj el Ausztriába, vagy Németországba. Csodálatos. A legutolsó autószerelő műhelybe tökéletes angolsággal fognak téged kiszolgálni. Minden. Tehát ez egy, igen, ezt szokták felhozni, hogy ezért nem tanulnak meg angolul, ez nem igaz. Egyébként ez hagyomány, tehát hogy melyik országban indult el szinkronizás, melyik országban nem, és ahol hagyománya van. Magyarországon nagyon szeretik az emberek a szinkron. És ez szerintem zseniális, szerintem nem működne szinkron nélkül. Egyébként a mai technológia már tökre lehetővé tenni, hogy a tévé sugározza egyszerre magyarul, meg angolul is, ugyanúgy, mint ahogy a DVD-ken, ha megveszed, és tudsz nyelvet változtatni, ezek mindenféle streaming platformokon elérhetők lennek. A jogot hagyják meg? Hogy... Igen, tehát ugyanúgy lehet magyarázni, hogy hú, akkor én angolul akarom nézni, meg te adni nekik, hogy, és akkor lehet nem érni, hogy mennyi. De egyébként a mozik terén már többször bebizonyosodott, hogy szinkronnal sokkal többet nézik meg egy filmet. Akkor esetben megvárják a tévével. Egy csomó olyan műfaj van, ami jobban tud működni szinkronnal, mint felirattal. Mondjuk igen, pont ez a vígjáték, amit most csináltunk, hogy egy olyan pergő nyelvű, tehát ezt egyszerűen feliratban felfogni se tudod olyan gyorsan, hogyha ott van a felirat, meg annyira kell tömöríteni egy feliratot, igen, ugye, hogy egy adott másodperc alatt menjünk, hogy egy csomó poén ki is marad. Viszont tehát ilyen... tökéletesen nagyon kevesen beszélnek, hogy ezt le tudják venni szerintem. Hogy vannak olyan műfajok, amik eleve amit nagyon-nagyon igen megkívánják. És ne felejtsük el azt, hogy amikor hogy mondtuk ugye ezt, hogy alázattal hozzáállni az eredeti műhöz, hogy azért fantasztikus a magyar szinkron, mert ezek a színészek, akik jönnek, ezek általában azért 80%-uk tényleg színházi színész, fantasztikus tehetséggel, és iszonyatos hozzáadott érték van a magyar szinkronban. Tehát, hogy azért jó ezt csinálni, ezt gondolom Bence is alátámasztja, mert olyan, tehát nap mint nap olyan csodákat is élünk meg, most röhögést, sírást együtt, tehát tényleg egy alkotó munka, és az azért tud alkotó munka lenni, mert egyszerűen iszonyatosan tehetséges emberek vannak. És ez olyan pluszt ad egy filmhez. Nincs nyomás, amit kérdeztetek. Azt hittem azt mondod, hogy meg hangmérnökök. Nem, hanem, hogy van idő. Tehát, hogyha van időd kielvezni alkotni ezt az egészet, vagy igen, alkotni, hagyják, hogy alkoss, akkor tudsz alkotni. Ez neked is egy alkotás? Tehát van... Abszolút. Hát, fontos neked? Vicces. Tehát azt hiszem, nem akarom froclizni, csak az a se, tehát egy szinkron, tehát nem is beszélgetünk ki erről, de hogy a Katona büféjébe egyszer így bejött, és te! Nem szólt hozzám, de hogy ilyen dicsérő jellegem, mert nem emlékeztem, hogy mikor szólalt meg utána. Mondom, mi van, Tamás? Ez a Charlie és a csoki gyár.
Fantasztikus volt. És tudod, az ember úgy megfürdött benne, mert tényleg lehet úgy is csinálni, hogy mondjuk kifejezetten nagy magyar színházi alkotók vagy rendezők azt mondják, hogy elmentem a gyerekkel, és hogy mennyire jó volt. Jó úgy leülni. Nagyon jó ezért kapni egyébként dicséretet. És nem az, hogy hú, te a torhangja, hogy mondjál valamit, hanem amikor ilyen komoly ilyen pályatársai. Igen, mert nekem megvan már az a 3-4, amit ilyenkor mindig bemondok. Akkor örülnek neki, de hogy amikor pályatársaktól úgy kapsz egy ilyen simogatást, meg ilyen dicséretet, hogy láttam, mert megjegyezte. Én azonnal, én most már felhívom a kollégáimat, meg írok rá SMS-t, mert rövid az élet, arra jöttem rá, és azonnal mondanom kell, ha olyat hallottam, és írok neki, hogy akkor ezt akkor Jordán Adél mesélte, hogy volt ez a kis kedvencek titkos életem, de ő volt ez a kis szőrös, Gigi nevű szőrös kis fehér kutya, és mondta, hogy bement az Ovi-ba, akkor meg óvodás volt a kisfia, és mindenki rohant oda hozzá. És úristen, te vagy a Gigi hang, és mondja, hogy nem tudom hány éve van a katonában. Az semmi, a Gigi hang. De bement az oldalba, és rögtön ő volt az istennő. Tehát, hogy igen, tehát vannak ilyenek. Bence, te büszke vagy? Tehát, hogy úgy értem, hogy az, van egy ilyen jó érzés az emberben, amikor egy ilyen moziban levetítik, és akkor nem kell, hogy bemondják, csak hogy ezt, na, hát, ez az enyém. Én túl maximalista vagyok. Tudjuk. Ahhoz, hogy... Hát, hogy ő beélvezze. Maximalista vagyok, hogy mindent, de igyekszem most már sokkal lejjebb adtam. Nem, azt, hogy elismerjem azt, hogyha valami jól sikerült magamnak is, meg úgy de mi mondani azt, hogy fú, ez most szerintem jól sikerült, vagy valami pont most, amikor kellett nevezni is filmeket, van ilyen szakmai díj. Amit akarta meg nyerni. Ja, igen, egyébként a Tabárkata 2019-ben a legjobb szinkron. És a Nagy Ervin. És az Ervin. Ő is nyert, amúgy ő is nyert. Bence pedig a legjobb van. Nem, Hangérnököt nem nyerte, de a... Hangérnököt nyertem meg a valamelyik filmmel. Azt majd fogod. Bosszú állókkal. Persze. Ja, a filmmel. Nagyon fontos az ő munkáik. Én például jegyzem. Tehát, hogy én már tettem szóvá, most nem akarom megmondani kollégának, mondtam, hogy figyelj, ez szar volt. Mármint, hogy így bementem a múzeumban, figyelj, ez el lett keverve. Igen. És cuki volt, mert imádom, megeszem mindig, ha meglátom. Akkor tudjuk, hogy ki. és imádjuk egymást harabdálni, és fél év múlva elismerte. Ez is volt, hogy azt meg tényleg. De nem nőtehetett róla egyébként, rosszul lettek meg az arányokat Amerikában. De hogy az ember figyeli, hogy mit csinál. Igen, a másik. Én is egyébként, ha nem csinálom, amit a Bence, hanem máshol, és mondjuk látom moziba, akkor mindig megmondom neki, hogy mi volt jó, mi... Meg kell így, szerintem kell a pozitív, és nem csak a pozitívat kell mondani, az az építő jellegű. Az az építő jellegű, hogyha megkapod azt is, hogy mit rontottál, és át tudod gondolni, hogy ú, tényleg. Volt olyan is, hogy két héten, vagy egy hónapban két egymás követő mozit csináltam, és kevertem, és valamiért az egyik tök jól összeállt, a másik nem. Ugyanazok voltak a körülmények, minden ugyanaz volt, valami ott az egyikben iszonyatosan jó volt, és nagyon kiemelkedő lett. Volt egyszer egy Hollywood, aztán a következő, nem tudom melyik volt, az minden ugyanaz volt, a körülmények is valamiért ott azt nem éreztem annyira. Tehát, hogy ez teljesen ilyen furcsa, vagy nem furcsa, hanem meg van olyan is, hogy azt érzem, hogy rossz. És nyugodtan ki lehet mondani ezt a szót, hogy művészet. De már ezt akartam mondani, ezt művészet. Igen. Azt nem mondtad, hogy lejárt. Nem, már egy ideje. Én néztem, hogy már nullán állunk egy hát. Néztem, persze, hogy robbanunk-e, hogy te megint. Lejárt, ez egy ilyen műsor, itt mindig még marad benne egy csomó minden. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. A nézőknek köszönjük a figyelmet. Valamikor találkozunk. Már nem mondom, hogy mikor, mert kit lesznek, mert úgyis minden dugában. Viszontlátásra, köszönjük a figyelmet. Akkor holnap találkozunk. Oké, akkor holnap, Tali.